vedd ki a levegőt és ne vegyél. Na csináltam! Én egyébként úgy, én pont fordítva szoktam, beszoktam venni a levegőt és úgy. Igen, én is. Miközben fújja visszuknak. Igen, de amúgy még lehet, hogy az ivás jót tesz, ami az alap kiőr erre amúgy. Vendelban meg kibaszott állat. Próbálja Vendel így letuszkolni magával, de nagyobb ereje van a csukában. De most azt tényleg úgy röhög, mint hogyha ő is csuklaná egyébként. Amúgy igen. Csak olyan vagy, mint a tehén, akit fejnek épp, hogy nem tudja. Pont ilyen hangot ad két tehén. Nem bírom. Segítség. Mert amúgy befejezed, már nem vicces, nem megy a felvétel, na jó? Ja jó, vége van? Oké, köszi szépen. Hát akkor nem bírom, jól felvettétek. Elég menő, ahogy csinálod. Magyarország legjobb csukló embere. Csukló? Hát ez a csuklós busza mehet mostantól. Magyarország legjobb csuklója. Próbál normálisan beszélni, hogy így... Én normális vagyok, ne közösítsetek ki! Legyetek a barátaim! Kérlek! Olyan kicsi! Bontom, majd meglepetés lesz. Annyit hallottam, hogy olyan kicsi. Lovas puszil. Azt kérdezi Vanessa, Anikó, hogy nem akarsz-e valamelyik nap fasírtot csinálni? Azt kérdezi Vanessa, hogy... Most mit hazudik? Nagyon faragnak a nagyon gondolkozik. Azt mondták van eszeik, hogy nem szeretik a fasírtot. Azt mondták van eszeik, nem szeretik a igen, azt mondták, hogy kicsit nem volt jó múltkor. És nem igaz! Hogyha érekező bőnek, akkor inkább fasírtot ne csinálj. Ne? Zsíros kenyér leszek. Zsíros kenyér? Jó, nem. De ő kenik. Hát nem is ilyen. Na ez a beszéd, persze. Most írnom kell Anikónak, hogy butaságokat beszél. De hozz hurkát hétvégén! Na, hurkát. Már a lovasék utálják a hurkát, azt mondták. Nem is szeretjük. Nem igaz. Jó, ugye a lovasék majd nem esznek, majd nézik. Megyünk is át a hétvégén, ha... Azt mondták, hogy hétvégén zárjuk be jól a lakásokat. A lakásunkat, mert nagyon veszélyes a környék. Hát bármit onnan jöhetnek, rablók, vagy valami, be kell zárni, redőnyt lehúzni, telefont nem veszük fel. Zárjuk be a lakást. Csengőt szereljük le. És ezért ne vesz fel a telefont, most csörög. Vigyázz. Vigyázz. A betörők lehetnek. Ja. Ne vedd fel, agya! Ne vedd fel! Elrabolnak telefonon keresztül! Szia, csak Vendel hülyeségeket beszél. Ezt mi pont most néztem meg ezért a nagy pénzrablást. Végignéztem? Végignéztem, geci is. Nekem annyira nem tetszik a második fel. Jó, befogod? És akkor... Okay. És kecire élem most a rablást, tehát le is megyek valamit, kirabolok. Szigorúan hét előtt, mert hétkor bezárnak, akkor nem élvezetes. Hétkor zárnak már? Hétkor zárnak a dolgok, csak nyomasz, hogy kell hazajönni. Addig lemegyek lopni. Hányá, ezt meglövöm. Szerintem, hogyha azt meglövöd. De ezt Asdeddal csináltuk szerintem. Nem tudom, kivel PDS-tünk. Ábel? Ja, lehet, hogy Asdeddal, nem is szerint. Persze, de ez lovas, Ábel, de menj fel, ez az lovas. Kire, Ábel, nem halsz meg. A squad! Ez a világ legnagyobb balfasz rablói. Ezt most nem vagy tényleg, most már elég. Már nem vicces, nagyon. Igen, már nagyon üzét túltoltad ezt a poén. Marjel, lefogom a számod. Valamit csinálj magaddal szerintem, vagy őd meg magad. Vagy valami legyen, mert lehet, hogy mi lesz, hogy öngyilkosok, ha ezt szagadjuk még egy 5 percig. Na, dugd be a fejed a WC-be, s húzd le. Vagy így állj egy kis olajat, mert nagyon nyikorogsz. Kemény bezzük. Na. Mindjárt megnézem, Google-ben van egy olyan csukló válogatott. De elég profit csinálja azért. Tehát minden normális embernek ez kb. Ilyen egy légzés biztos tartás. Tehát ez egy olyan kakas, ami már nem tud azért rikácsolni, mert öreg és már szétment a torka.
Csuklás kettő. Most mikor kell vele orvoshoz fordulni? Elfogadom. Legtöbb embernél semmi. Hosszú távú problémát nem okoz. Időnként azonban előfordul, hogy krónikussá válik. Ja, kérlek. Haj, fáj. Tényleg nagyon fáj a tüdőm. Gyere, gyorsan, gyere. Nem megy az irodába. Okay. Nem bemegy az irodába, viszont a másik az erre felé jön szó. Mi vett észre? Jó, ott vannak bent. Bent. Azt nézd azt az őrt, mert félek. Most sétál ki. Jaj, nem már. Á, bebújtam ide. Jó, bent. Jó, elkezdem no, csinálni a gépeket. Azt, á, bevett fel. Mit vegyek fel? A maszkot. Bevettem már. Ábe! Mi? Megkötözöd! Ez nem te vagy! Mi? Én azt néztem, hogy megy feléd, hogy felkiált. Én felkötöztem az embereket, geci. Néztem is, hogy... Én mondom, megy feléd a felkiáltója, de nem mondtok semmit, hanem biztos nekem bugol. Itt a bejöttek lifestyle program, és ott egy csaj azt mondja, hogy elég a kifogásból, vágj bele még ma. És azt olvastam, hogy vágj belém még ma. Aztán visszatekert, hogy micsoda. Jó kis diszlexia. Akkor már ketten vagyunk. Micsoda? Diszlexiázsó. Te diszlexiázsó vagy? Ja. Én meg büdös, és nincs róla papírom. Nekem meg nagy a faszom. Viszont nyitj is a papírod. Kérdezd meg a anyád. Négy jön köszönöm, mert hadd. Ne! Az a baj benne, tényleg megkérdező. Lovas azt mondta, hogy... Elmenekült, nincs itt lovas. Hogy neki nagy, tudod? És hogy mondtam, hogy bizonyíték, azt mondta, hogy te tudod. Az olyan rövegés, hogy tudja. Mondtam, hogy jó, megkérdezlek, aztán elmenekült, azt mondta így itt. Te ilyek vagyta kis te. Ez volt a célom, mert legalább befogad a pofád. Nem vicces. Hát csak a nevetés a vicces. Ugye, amúgy nem is kell viccesnek lenne, mert lovas röhög rajta, aztán azt hiszik az emberek, hogy vicces vagyok, mert lovas ilyen viccesen nevet rajta. Ez volt a stratégiám, így lettem gazdag. Erre épült az egész ipar, a céget építettem erre. Látod, végig. Valószínűleg nem tudom, hogy ezt a Candy Crush mappot. Te öreg lettél ábrál. Candy, gondolj vele, Candy Crush azon. Hát jó, de szerintem ezt fogom streamelni valamattal. Ilyen nyugdíjasok nézzék, tudod. Nem tudok pénz küldeni, de küldök ezért bőzeléket. Gyerünk lovas, mehet a game, stream. Na, Mit tehetünk, ha nem akar múlni a csuklás, kérdőjem? Vegyünk néhány lassú, mély lélegzetet, vagy tartsuk bent a levegőt 10-15 másodpercig. Következő. Hajoljunk előre úgy, hogy a karunkat leszakítjuk, és a... Nem. Hogy a karunkat keresztbe fogjuk a mellkasunkon. Jó, vége van szerintem. Vége volt. Mindig nem csuklok egy 20-30 szekig, azt hiszem, hogy vége. De bepparad. Itt vagy egy... Hajolj előre, és a karjadat tett keresztbe, és a melkasodon. Igen. Nem, a melkasodon keresztül, igen. Igen. Enyhe nyomást gyakorolhatsz a rekeszizmodra. Az a izénéd van, ahol összeérnek a bordáid, ott középen, ahol már puha. Itt csak fúdokolva csuklok. Nem baj, ezzel szépen rekeszizmodra gyakorolhatunk nyomást. De ha nem sikerül, adok még egy tanácsot akkor. De csináld ezt, nem tudom egy ideig kell, lehet, hogy örökké így kell maradod, és akkor nem fogod. Most attól így élem, Lázi. Életem! Van egy olyan, akkor üljünk le, és húzzuk a térdünket a mellkasunkhoz. Akkor inkább azt csináljak? Üljél, és húzz fel a térdet a mellkasodhoz teljesen, és szerintem karold át a lábadat, és úgy húzz egy kicsit, és nyugodj meg. Lehet, hogyha működik szerintem. De várjál még egy kicsit. Jó. Ne? Amikor azt hiszed, hogy működik, akkor arra kell még rátenni mindig a lapáttal. Oké, lapát! Markoló! Csináljuk azt is, hogy végezzük el a valszalva malővert. Dupla hátra szalkó. Ugorj ki a tizedikről. De ez nem segít. Vigyem hágyok. Fogjuk be az orrunkat, csukjuk be a szánkat, és erősen fújjuk ki a levegőt az órunkon. De akkor csak bedugul a fülem, vagy fájni fog a fülem. Hát, szétrobban a fejed valószínűleg. Mi? Van ilyen, hogy fogjuk meg és óvatosan húzzuk meg a nyelvünket. Szállod, de... Mindegyiket csinál egyszerre. Biztos. De közben így áll, egy kevés ékideg vizet.
Ez az ezért. Gargalizáljunk vízzel. Azt kipróbálom. Az együnk meg egy szelet citromot. De az nem annyira jó szerintem a vízzel gargalizás, hogyha nem tud abba adni, mert konkrétan félre nyelhetsz. Ja. De már nincs a szobában, szóvaltok. Nem, már meghalt. Szagolgassunk erős, intenzív illatú anyagokat. Például borsmette vagy citromolaj. De egyébként seg vagy láb esetleg. Vendel esetében teljesen mindegy. Dörzsölgessük, vagy óvatosan ütögessük meg a nyak hátsó részét. Vége van. Ja, de azt mondja, ne arra koncentrálj, tereljük el a gondolatokat, hogy például idézzük fel egy kellemes vagy vicces emléket. Na mondjatok egyet. Emlékszem, amikor csuklottál? Mondjuk meg.